aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rórai Egon. Az életükért küzdő covidosok többsége oltatlan, és még akkor is oltás ellenesek, ha már alig tudnak beszélni. Ezt mondja Varga Zoltán Péter, dunakeszi jobbikos képviselője, egy éve dolgozik ápolóként az egyik fővárosi kiemelt koronavírus ellátóközpontban. A tapasztalatokról kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az eredeti szakmája szerint is ápoló? Egészségügyi felsőoktatási hallgató vagyok, és így kerültem ide ápolói feladatkörbe a kórházba. Értem. Gondolom, most arról nem fogunk tudni beszélgetni, melyik kórházban, melyik osztályon dolgozik, de COVID osztályon dolgozik? Egy fővárosi kiemelt COVID centrumnak az intenzív osztályán. Hát, amit írt a bejegyzésében, az önmagában döbbenetes. Tehát, hogy emberek, akik gyakorlatilag levegőért és az életükért küzdenek, változatlanul oltás, és tulajdonképpen ezzel együtt vírustagadók is. Ezt én őszintén szólva nem teljesen értem. Ön, amikor beszél velük, mire jut ebben az ügyben? Igen, azért itt a beharangozóban úgy hangzott el, hogy a többségük még itt is oltás ellenes, azért ez nyilvánvalóan nem a többségük. Nem, ott úgy hangzott el, hogy a covidosok többsége oltatlan. Oltatlan, ez így teljesen igaz, és még a lélegeztetőgép árnyékában is nagyon sokan valóban azt mondják, hogy nincsen ez az egész vírus, és nem is létezik tulajdonképpen. Ugye nyilvánvalóan, amikor fölveszünk egy új beteget, és érkezik hozzánk, ezeknek egy része nyilván már nincsen olyan állapotban, hogy beszélgetni tudjunk velük, hiszen már eleve mondjuk lélegeztetőgépen érkezik hozzánk, vagy itt tesszük szinte azonnal lélegeztetőgépre, de akivel még tudunk beszélni, azokat általában így meg szoktuk kérdezni, hogy ha oltatlan, hogy ennek mégis mi az oka, és hát ennek a beszélgetéseknek a során halljuk ezeket az egészen döbbenetes válaszokat. Kezdve itt tényleg a bejegyzésemben is említett Bill Gates-től, meg csippezéstől, tehát a tényleg a legkomolyabb elmebajtól, egészen odáig, hogy az egyik betegünk azt mondta, hogy a kollégáival beszélték meg, hogy szerintük ez nem kell. Na most figyelembe véve, hogy ő egy építkezésen dolgozik egyébként, nyilván ez a beszélgetés a kollégákkal nem volt különösebben adekvát valószínűleg. Na, mindannyian értünk hozzá, ez tényleg a 10 millió vírus szakértő országa lett, de hát szerintem az egész világ nagyjából így működik. Most mindenki próbál érteni valamit a helyzetből, ami kialakult. Az, hogy ön ott dolgozik, azt gondolom jelenti azt is, hogy nagyjából átlátja, hogy kinek milyen oltásai vannak. Valóban úgy van, hogy oltás és oltás között, és hatékonyság között, hogy mondjam, intenzív osztályon kimutatható különbség van? Én azt tudom erre mondani, hogy ugye az egy teljesen egyértelmű és látható tendencia, hogy a hozzánk súlyos állapotban kerülők túlnyomó többsége oltatlan, tehát 92-94%, ahogy így számolgattam az elmúlt néhány hét adatai alapján. Tehát nekik semmiféle oltásuk nincs? Semmi se első, se második, tehát teljesen oltatlanok. Viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy én egy 11 néhány ágyas intenzív osztályon dolgozom. De nyilván ez azért nem lehet egy reprezentatív minta a kérdésére válaszolva, tehát annak tekintetében, hogy az egyébként ehhez képest 6-8%-nyi oltott az milyen oltással rendelkezik. Én ezt nem is figyeltem, megmondom őszintén, nem is jegyeztem meg, de olyan nagyon kirívóan látványos, mondjuk az egyik irányba dőlő tendenciát nem láttam, mert azt megjegyeztem volna, de erre megmondom őszintén, hogy én is kevésbé figyelek. Elsősorban arra figyelünk, hogy ki oltott és ki oltatlan. Van olyan információ, ami arról szól, az egészségügyből érkezik, hogy igazából eszköz és gyógyszerhiány nincs, viszont embertelen a személyzet hiány. Tehát, hogy gyakorlatilag nővérek hiányoznak, orvosok hiányoznak, most már olyan hírek is vannak, hogy kölcsönzött nővérek, ápolók érkeznek különböző helyekről. Ön ezt hogy látja? Valóban azt én is megerősítem. Nem mondom azt, hogy teljesen nincsen eszköz, mert gyógyszerhiány, de általában én egymás helyettesítésével, meg különböző módszerekkel ezek az apróságok megoldhatók. Tehát tényleg jelentős eszközhiányunk, jelentős gyógyszerhiányunk nincs. Ami az emberhiányt illeti, azt abszolút meg tudom erősíteni. Tehát a legfáradtabb és kimerültebb kollektívával dolgozunk itt együtt, akik tényleg a negyedik hullámot gyűrít végig,
megbocsátja talán, hogy az illető kolléganőm, akit így név nélkül most el fogok mondani, nekem van egy olyan 40-es éveinek végén járó kolléganőm, aki a nyáron konkrétan fívrohamot kapott, és itt feküdt nálunk. Nyilván nem tudom azt mondani, hogy ez a merültségnek az egyetlen következménye, de hát azért ezek jellemző dolgok. És valóban nálunk is orvostanhallgatók, felsőoktatási hallgatók látnak el feladatokat, kórházon belül átvezényeltek, de még a műtőből műtős fiúkat is vezényelnek át hozzánk, hogy segédápolói feladatokban segítkezzenek, annyira úgymond kevesen vagyunk. Nyilván egyfelől nem fair kérdés, másrészt meg nyilván nagyon is érthető, mert egy normális világban ennek nem így kéne lennie, de mennyire tudnak 100%-os teljesítményt nyújtani azok, akiknek nem az intenzív ellátás a szakterületük? Mert ugye állandóan ez is egy felmerülő kérdés, hogy az nem megy, hogy a fogorvos lélegeztet. Igen, ez teljesen jogos felvetés. Ezzel együtt is minden erőnkkel azért próbáljuk tartani a vonalakat. Na erre mondtam, hogy nyilván önmagában a felvetés sem fair, mert akik ott vannak, azok hősies munkát végeznek, erről nem ők tehetnek. Igen, de értem a kérdést egyébként. Én azt látom, hogy nyilván úgy próbálunk megosztozni ezeken a feladatokon, hogy még így is a lehetőségekhez képest azért mindenki a maximálisat kihozza magából. Tehát például, hogy hát azért van egy olyan irányelv, hogy intenzív terápiában egy végzett szakápolónak legfeljebb 2 beteget lehetne vinnie mondjuk egy műszakban, hiszen azért az intenzív terápia, az azért gondolom, hogy még a laikusok is érzik, hogy az nem az, mint a belgyógyászaton, amikor este 9-kor leoltják a villanyt, és megmondják a Marika néninek, hogyha fáj valami, csengessen, de amúgy egyébként normál menetben, mondjuk legközelebb csak reggel érkeznek az ápolók fürdetni, mert amúgy nincs teendő. Ezzel szemben az intenzív terápia, amellett, hogy gyógyszerelünk, hogy folyamatosan kezeléseket kapnak a betegek, túlnyomó többségében folyamatos obszervációról, tehát a betegek folyamatos megfigyeléséről, monitorozásáról, értékeinek a rögzítéséről szól, hiszen például egy lélegeztetőgépen lévő beteg akár az éjszaka közepén is néhány másodperc alatt kerülhet olyan helyzetbe, hogy a lélegeztetőgép beállításait változtatni kell. Tehát azt akartam ebből kihozni, hogy ez egy folyamatos megfigyelés, egy folyamatos ottlét, és ebben a folyamatos ottlétben persze fontos az, hogy egy ápolóra ne jusson lehetőleg 2 betegnél több. Ehhez képest mennyi jut? Nyilván ez a legkevésbé sem teljesül, még nálunk sem, és akkor ilyenkor szoktuk megpróbálni úgy megoldani, hogy például egy nem végzett szakápoló van a szomszéd 2 ágyon, az én 2 ágyamon megvan egy végzett szakápoló, és akkor egymásnak megpróbálnak átsegíteni a végzettek. Hány órás műszakokban dolgoznak? Mekkora a terhelésük? 12 órás műszakokban dolgozunk, tehát reggelétől este 7-ig is fordítva. Hány? Na hát ez egy, nem írom körbe, jó? Hány halottja van? Egy műszaknak? Vagy önnek magának, aki ápolt, betege volt és elvesztette? Én viszonylag szerencsés vagyok, mert ugye én magam sem vagyok végzett szakápoló, tehát én is inkább az vagyok, aki a másik 2 ágyon van, és akinek segítenek. Így ennek megfelelően nekem viszonylag kevés ilyen rossz emlékem van, de hát volt nekem is azért több, aki már sajnos nem lehetett segíteni. Tehát nyilván mindent megpróbál az ember, de van egy pont, amikor már nem lehet. Egy műszakban hány embert vesztenek? Van, amikor egyet sem, szerencsére, természetesen, és hát amikor 2-3-at is akár. Ezt hogy lehet feldolgozni? Van erre az egészségügyben dolgozóknak valami segítségük, támaszuk, vagy mindenki maga, ahogy tudja? Nyilván mindenhol a fali újságon ki van írva, hogy mindenfajta ilyen segítséget megadnak a kórházak, meg az intézmények, de hát ezek azért a gyakorlatban a legkevésbé tudnak megvalósulni, és nem azért, mert egyébként az intézmények nem akarják, hanem azért, mert én ma reggel végeztem most 7 órakor a műszakommal, én most menni fogok egyetemre, utána majd lehet, hogy alszom, és holnap reggel jövök vissza, meg holnap után reggel is. Na most ezek után meg még hétfőn este. Na most azért nyilván érthető, hogy mindezek között én nem a kórház által biztosított pszichológushoz fogok elmenni, hanem valószínűleg inkább megpróbálok 3 órát aludni. Ezt tehát a gyakorlatban ez kevésbé tud megvalósulni.
Azt mondják, hogy látnunk kéne, hogy mi van az osztályokon, mint hogy az olaszok csinálták, és akkor egészen másképp állnánk ehhez a betegséghez, ehhez a helyzethez, ami most már másfél éve folyamatosan velünk van. Ezzel ön egyetért, vagy inkább azzal, hogy nem kell ezt látnia a lakosságnak? Én nekem ez meggyőződésem. Én, ha a döntési pozícióban lennék, akkor nyilvánvalóan a betegjogoknak a maximális tiszteletben tartásával, de én tévéstábokat hívnék az intenzív osztályra forgatni. Azért jutott eszébe, hogy saját maga forgat? De igen, szembe jutott, de nyilván én nem tudom olyan mértékben a betegjogokat betartani, mivel nem értek feltétlenül hozzá, hogy ez teljesen biztos legyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez inkább szakembereknek lenne a feladata. Mennyire van fullon az osztály? Mennyire győzik, és hogy állnak? Vannak-e szabad ágyak? A harmadik hullám volt pedig a legdurvább, ebben a 11 néhány ágyas osztály 21 néhány ágyjal működött, mert már a műtőket is berendeztük kórteremnek két emelettel lejjebb. Jelen pillanatban itt még nem tartunk, most a 11 néhány ágyunkból 1-2 szabad van ebben a pillanatban. És de mire készítik önöket? Van valami előrejelzés? Az, hogy fokozódik a helyzet, folyamatosan erről van szó. Egyre többen jönnek, és hát mi magunk is ezt tapasztaljuk. Azért még egy két hete ennél még enyhébb volt a szituáció. Most kezd betelni az osztály, és hát most merült föl újra, hogy a műtőket megnyitjuk majd kórteremnek. A műtőkben tudnak teljes értékű ellátást adni? Hát igen, ezért ezeket természetesen be lehet rendelni oly módon, hogy gyakorlatilag ugyanúgy egy teljes értékű kórterem legyen. Itt akkor visszautalok arra, hogy azért eszközeink, azok túlnyomó részt erre vannak. A kérdés az, hogyha a jelenlegi osztályt alig bírjuk ápolókkal és segédápolókkal megtölteni, akkor egy másik emeleten berendezett további hatágyat mondjuk, hogy fogunk tudni. De hát a harmadik hullámban is megoldottuk valahogy átvezényeltekkel, segítségekkel, orvostanhallgatókkal, akkor is megoldottuk. Nyilván az a szándék, hogy ha akkor megoldottuk, akkor majd most is megoldjuk. Kérdés az, hogy ezt meddig lehet feszíteni természetesen. Nyilván ebben nincs választási lehetősége egy egészségügyben dolgozónak, ameddig a rendszerben marad, addig ő feszül, és addig ő megpróbál helytállni, amit köszönünk szépen ezúton is mindenkinek, aki ezt az erőfeszítést megteszi embertársaiért. Önnek is köszönöm, és köszönöm azt is, hogy a rendelkezésünkre állt. A Jobbik önkormányzati képviselője, és nem utolsó sorban egy budapesti kórház COVID-osztályának ápolója, Varga Zoltán Péter volt a vendége az Aktuálnak így telefonon. Köszönöm, minden jót kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.